beszéltünk arról, és csak ismétlem, de nem akarok részletesen bemenni, mert nem tudunk előbbre jutni, hogy az első testvérpárba robbant ki először a gonosz, a kigyó magnak és a mesiási magnak a konfliktusa. Ez ugye a híres Ábel és Káinnak a konfliktusa, és egyben mind a kettő egy nagy vallás alapító is. A vallásnak a letették az alapjait, Ábel letette az igaz hitnek az alapját, Káin pedig letette minden hamis vallásnak az alapját. Mit mondtam szerdán, hogy a mi a lényeges különbség, csak a lényegről beszélek, sok különbség van természetesen, az engesztelő áldozatnak és az engesztelő áldozat vérének a hiánya van a hamis vallásokban, és az igazi hit pedig az engesztelésnek a vérén alapul, tehát azon a hiten alapul, hogy az Istennek, a fiának, a mesiásnak magát oda kell áldozni az emberiségért, ahhoz, hogy az ember és az Isten közötti kapcsolat helyreálljon. Tehát ezt képviselte Ábel. Káin vallása termeli ki minden időben azóta is a gyilkosokat, most is látjuk, hogy a Káin vallásai üldözik az igaz hitű embereket rendszeresen, tehát a konfliktus nem úgy kell nézni, hogy 50-50 százalékos -50 a felelősség, szó szóval nincs erről, hanem mindig, ahogy a Káin megtámadta Ábelt, ugyanezt látjuk a világ történelemben, annak ellenére, hogy maszatolnak a történészek, és nem akarnak például az iszlámmal kapcsolatos, hogy 1500 év óta zaklatják és üldözik, és fizikailag meg akarják semmisíteni a kereszténységet. Ez a történelmi tény. Ezt maszatolják, hogy nem így volt, mindenfélét kitalálnak, hogy micsoda áldás volt az emberiség számára, például a oszmán birodalom, stb. stb. Ezeket a meséket, történelmi hamisításokat tegyük a kukába, mert odavaló, nem sok köze van a történelmi tényekhez. Ugyanakkor más hamis vallások is vannak, természetesen, tehát erről különösen a mai korban, elkötelezettség szükségeltetik, odaszállnál szükségeltetik ahhoz, hogy a keresztények, a hívő emberek kit merjenek állni az igazság mellett. Hát Pontosan erről szól a másik testvérpár, a lemek és az énok, te énok testvérpár, A lemek volt ugye a kigyónak a vonulata, aki tulajdonképpen a bűn dicsőítette, és a a a az isteni erkölcsi törvényt a fejetetejére állította. A jó volt számára a rossz, a rossz volt számára a jó, a Káin dicsőítette, Káin védelmezte, és ugye ez szintén egy posztmodern kornak az előfutára lemek. Énok viszont a mi emberünk, ami annyit jelent, hogy odasz, adás, odaszánás, és látjuk, hogy ma, mivel hogy énok nemzedékről beszélünk, az egyik kurs dolog, amit kér Isten tőle, hogy szánt oda magadat Istennek feltétel nélkül az ő szent oltárára, Szent, tiszta, élő áldozatul, hogy tudjon használni tégedet Isten. Ma ilyen korszak van, hogy közel van az Úrnak a visszajövetele, ha az Úrral jársz teljes mértékben, el lehet mondani majd rólad, és az Úr fogja elmondani természetesen mindannyiunkról, hogy Krisztuséi vagyunk, akkor viszont az elragadtatásnak, az Énok generációnak a tagjai vagyunk. Ez a legfontosabb, hogy ne a, a, egy ilyen futamért fussunk, ahogy majd a, a, valahogy bejutunk az üdvösségbe, hanem a legfontosabb célt kell megcéloznod, és ehhez mi kell? A kulzdolog az Énok kifejezés, oda szánás, oda adás, feltétel nélkül Isten tökéletes akaratának a cselekvésére. Ezt kérlek az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy 2019-ben, bár az évelején, tedd meg, erősítsd meg az odaszánásodat az Úr akaratára, hogy ebben az évben még inkább, még bizok benne, hogy több bölcsességet szereztél az elmúlt évben, mint amivel 17-ben rendelkeztél, tehát amivel tő, biztos, hogy sok dolgot megmutatott az Úr az elmúlt évben, tehát ezzel az új ismeretekkel, látásokkal, hitednek a növekedésével, kélek, szándod a magadat a 2019-es esztendőnek még jobban, mert sokkal közelebb vagy az üdvösséghez, mint amikor megtértél, vagy amikor ezelőtt egy éve beszéltünk a 2018-as évnek a kilátásáról. Tehát ez volt énok, és az Úr ö, elragadta énokot, megkímélte halálnak a fájdalmától, mert mert mi volt az oka, az Úrral járt. És még annyit ugye az énokról, hogy proféta is volt, ő volt az a szenzációs proféta, aki jó előre már a mesiásnak a második eljövetelét profétálta. Ez található tehát a Judás levélben.